Már kényelmesebben közelíthető meg a Kisgyalán központjában álló műemléktemplom, a bolt, a buszmegálló, az önkormányzati hivatal, az orvosi rendelő, a könyvtár és az időskorúak nappali ellátását biztosító épület is. A falu központ 50,5 millió forintos forrásból korszerűsödött, ennek részeként egy parkolót is kialakítottak. Már elég idős járdáim voltak, és egy betonos megoldás volt, és hát ezek a járdák idővel tönkrementek, és mindenképpen indokolta a falu központ felújítását ez a beruházás, már a műemlék templom miatt is. Kisgyalán a beruházásra a TOP Plusz keretében nyert forrást. A TOP Plusz források elnyerésében Somogy az első 5 legsikeresebb vármegyek között szerepel hazánkban. A pályázatokhoz a Somogy vármegyei önkormányzat is segítséget nyújt. Somogy vármegyében szakmai segítséget is nyújtunk ezeknek a kis településeknek, hiszen projektmenedzsereink vannak a vármegyeházán, és ott azokon a kis településeken, ahol nem áll rendelkezésre az a szakmai háttér, amely egy ilyen projektnek a megvalósításához szükséges, ott ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani a kis településeknek segítségként. Kisgyalán legutóbb a Magyar Falu programban pályázott 5 millió forintos összegre, ebből út- és járdaépítést valósítana meg a település.